Mint őslakos tarjáni, borzasztó a hír. Reggel olvasom, a negatívabbak legcsúcsa újból, és nem egyszer, ezzel hozza a köztudati szintre városunkat, ami annál is inkább elborzasztó, mert most nagyon fiatalokat érint, és nagyon mély bennem legalábbis az érzelmi kavarodottság, hogy egy tizenéves fiatal leányka, hát hogyha igen, hát adódik, de hogy ezt filmre vették, és neki ezt látni kellett, hogy nem avatkozott közben, sőt, talán elősegítőleg állt hozzá, aminek aztán ugye az lett a következménye, mint ahogy az írásokból kiderült, a híradásokból, hogy ez valami visszavágó, vagy valami bosszú, amikor ez a része az életünknek kellene legyen a legintimebb, a legbelsőségesebb dolog, és akkor egy 24 óra el se telik, és akkor országvilág szeme láttára, és ez így kiterítődik, és a többi. A legteljesebb döbbenetünk és a szomorúságunk, hogy merre felé halad a világ, és ebbe többek között a mi fiatalanjaink itt Salgótarjánban. Ez a fiatal kis leányka tudván tudta, mert tudnia kellett, hogy forog egy masina, amelyik az egész jelenetet, helyzetet fölveszi. Ad egy, hogy nem szólalt egy lányba egy belső hang, hogy ez nem olyan téma, amit rögzíteni kell. A másik fél, a 22 éves, aki már egy érett fiatalembernek mondható, aki túl van ezen a kamaszos virtuskodáson, hogy gondolta, hogy egy ilyen futó ismeretség és zofort azon mód rögzíti az eseményeket, hogy ezt aztán magamutatás okán, vagy ezzel, hogy ő nagy fiú, vagy esetleg valami rossz szándékkal valami oda-vissza törleszteni való, egyszerűen döbbenetes, és meg nem tudom érteni. Hála Istennek elmondhatom, mint hadgyermekes nagypapa. Ez engem nagyon-nagyon régóta foglalkoztat, hogy a lányomék is és a környezetemben mindenképpen próbálják ezeket a készülékeket, ezeket a csatornákat kódolni, és a hozzáférhetőségüket nehezíteni, sőt, lehetetleníteni. De sajnos a köztudat és sajnos az általános hozzáférés tekintetében adott esetben a gyerekek képesek megtalálni azokat a vargabetűket, kitérőket, amikor bizony-bizony hozzáférnek, és fölkavarja őket, és ez inspirálólag hat, és nincs az a, amit az előbb is említettem, nincs az a blokkolási mechanizmus kialakulva sok esetben a mai családokban, a mai gyerekekben, ez messzire vezetne, hogyha erről is beszélnénk, ami meg kellene gátolja, hogy ilyen helyzet igenis ne forduljon elő, visszatérve. Az az érzésem, hogy a világ is sajnos ilyen rossz irányba megy, az meg pláne nekünk, nekem legalábbis nagyon borzasztó, hogy ebből mi sem maradunk ki, és az egésznek talán ott lehet a mozgatója, hogy az életünk elsekélyesedik. Fontos dolgok semmivé lesznek. Az intim szféránk két ember között bizonyos kapcsolatok, természetesen lélektani, és úgy tovább, oda jut, hogy egyszerűen ezzel talán adott esetben kérkednek, dicsekednek, adott esetben rossz célokra felhasználják, hogy lehet, hát csak valahogy ott kellene kezdeni az alapoktól, a legkisebbektől, hogy újra visszatérni az erkölcsi tisztesség, az erkölcsi normák hangsúlyozásához, hogy
úgy a családok részéről főleg, természetesen az oktatási rendszer nem kevésbé, hogy tulajdonképpen legyen egy bizonyos belső önkontroll, ahogy a gyerekek haladnak a fejlődésben, kamaszodnak, hogy hol van az a pont, ahol igenis meg kell állni, és nem szabad, hogy azt a bizonyos vörös vonalat átlépjék, mert sok esetben egy életre ez megbélyegzi, és egy mély, gyógyíthatatlan képes nyomot hagyni ezen fiatalok lelkében, aztán a későbbi életükre vonatkozólag.